Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat itt a Tapolcai Múzeum, illetve könyvtár előadó terében, illetőleg a virtuális térben is. A Lapidáriumi Esték című előadás sorozat keretében ma is repülni fogunk, hiszen valahogy ehhez jött és támadt kedve a hallgatóságnak, úgyhogy továbbra is ma is száncsattogtatással folytatjuk. Német repülő alakulatok a tapolcai repülőtereken 1944 és 45 között címmel fogunk egy meglehetősen járatlan vagy kevéssé járt menetvonalon elindulni erre a multidéző képzeletbeli sétánkra, részben az élőszó és a vetített képeknek a segítségével. Az, hogy kissé járatlan ez az ösvény, annak az oka az, hogy a térség, a szűkebb térség, a Balatonfelvidék és Tapolca történeti, helytörténeti irodalmában, bár érintőlegesen nyomát lehet találni a katonai repülés történetnek, azon belül még a német katonai repülés 1944-45 közötti történéseinek, eredményeinek és tényeinek, de bátran merem azt mondani, hogy nem sztár téma és nem agyonkutatott témája a történelemtudomány ezen rész szakterületének. A mai alkalom egy kicsit lesz egyben homályoszlatás, tényközlés és ámulatba ejtés. Legalábbis ezt az utóbbit nagyon-nagyon remélem, hogy sikerülni fog majd, főleg azért is, mert látván a fizikálisan jelenlévő hallgatóságot, tudom, hogy vannak érintett repülőemberek, a repülés iránt érzékeny és érdeklődő, sőt, családtörténeti tekintetben a tapolcai katonai repülés viszonylatában is érintett tisztelt hallgatók. Úgyhogy egyben a mai előadásunk az főbiccentés is azok felé az egykor fiatal, egyenruhás tapolcai legények és az itt szolgált német repülős katonák felé, akik a fejünk fölött jártak, keltek valamikor több mint 7 évtizeddel ezelőtt. Hol kiképzés, hol harci repülés keretében. Mielőtt a téma kifejtésébe belekezdenék a maga részleteiben, a címmel kapcsolatos tisztázással indítanám az előadásomat, hogy ne maradjon kérdőjel sem itt a jelenlévők között, sem az online térben az előadást követők között. Tapolcai repülőterekről van szó a címben. Ehhez vissza szeretnék utalni a néhány hónappal ezelőtt elkezdett repülő hadtörténeti barangolásaink, időbeli barangolásainknak a megállapításaihoz, és csak nagyon röviden ismétlő jelleggel annyira szeretnék feleleveníteni, hogy 1936 nyarától számos helyen az országban a Kereskedelemügyi Minisztérium kebelén belül működő LÜH, azaz a légügyi hivatal, repülőterek kiépítésébe kezdett, majdani katonai felhasználás céljából, rejtve és titokban, hiszen ekkor még javában a légierő tiltott fegyvernemnek számított a trianoni békeszerződés tiltó rendelkezései értelmében és szerint Magyarország számára. Zalavár megyében, a korabeli Zalavár megyében és Veszprém vármegyében három helyen, Zalában Tapolcán, Veszprém vármegyében pedig Pápán és Veszprémben kezdődött meg katonai repülőtereknek a kiépítési folyamata. Az országos szinten körülbelül 40 helyen épülő repülőterek és kitérő repülőterek közül három mindjárt Tapolcán kezdett kiépülni, és kezdték meg kialakítani a leszálló pályákat, a leendő legénységi és kiszolgáló épületeket, műhelyeket, valamint hangárakat. A repülőterek a kezdet-kezdetén is, meg majd a későbbiekben is rejtési kódok alatt voltak nyilvántartva. T1, T2 és T3 repülőterek néven neveztettek a hivatalos iratokban, katonai iratkeletkezés folyamataiban. Ezek közül mindjárt a Halápi-hegytől Tapolca irányába tekintve az elsőként kialakított felszálló mezőnek a mai tájképi összlátványát szemlélhetjük a fényképen, illetve bemutatott digitális felvételen. T1 repülőtér a Haraszt területén, a Tapolcát Zalahaláppal összekötő országútnak a keleti oldalán. Műhold felvételen, hogy tudjuk tájolni, bár itt még a barackos lakópark kiépítése az még egy távoli, jövőbeli leendő valami lesz majd, amikor legalábbis ez a felvétel készült, de a Fenyvesnek a fasorait és a Halápi úti garázssor épületegyüttesét felhasználva tájékozódási pontként magunk előtt tudjuk idézni a fizikális valójában, hogy hol húzódott a T1, a Tapolca 1 katonai repülőtér.
Hogyha kicsit dőltebb szögben készült légifelvételen szemléljük ugyanezt, és be tudjuk lőni magunknak a nagyjából a kép középpontjában húzódó szeméttelepnek a területét, akkor a T1 repülőtér még plasztikusabban és még érthetőbben betájolható mindannyiunk számára. Lentről a földről szemlélve, Tapolca irányából haladva Zalahaláp felé, nagyjából ezen a terepszakaszon, a fényképen ábrázolt terepszakaszon érkezünk az egykori repülőtérnek a felszálló mezejére. Sok minden nem maradt meg, bár sok minden nem is állt ezeken a repülőtereken. Egy őrségépület, egy lőszerraktár, egy kétszemélyes legénységi latrina, illetőleg egy vasvázas fa hangár, meg egy méreten felüli sóskő, legalábbis a katonák egymás között sóskőnek nevezett nagy mészkő szikla, amihez nagy szélben hozzákötötték a repülőgépeket, a könnyebb gyakorló repülőgépeket, amelyek éppen kint voltak a repülőtéren, hogy ne tolja be őket Tapolcáig a szél. Ezeket a kis könnyű fémvázas, de vászonborítású gyakorlógépeket, amit akkoriban legalábbis 1937 folyamán, meg 38 elején még itt Tapolcán használtak. Itt az őrség és lőszerraktár épületének maradványait rejtő terepdomborulatokat mutatom ezen a képen. A Csobánc, a Gulács és a Badacsony hegyek segítenek betájolni, hogy nagyjából honnan nézve, milyen irányból fotózva készült a felvétel. A másik repülőtér a T2, amely szintén Tapolcától észak-észak-keletre Diszel irányába húzódott. A mai új temetőnek a közelében feküdt a déli pereme a repülőtérnek. Ezen állt egy beton alapozású beltérrel kialakított vasvázas fa hangár, úgy szintén, és a Diszelhez meg Tapolcának a keleti pereméhez viszonyított elhelyezkedését ez a számítógépes grafika mutatja számunkra. A két repülőtér, a T1 és a T2 egymáshoz tájolva, a jelenlegi, illetve a közelmúltban készült légifelvételre, műholdfelvételre rárajzolva, rávetítve, így alkotja számunkra meg azt a képet, ami alapján el tudjuk képzelni, plusz ennek a dőlt több szögben készített felvételnek a felhasználásával készült számítógépes grafika pedig a városhoz viszonyítva mutatja, hogy hogyan feküdt, hogyan húzódott a két repülőtér. Állandó őrség csak a T2-n volt, az őrség épületben bizonyos naponkénti váltásban fegyveres repülő, korábban repülőtéri próbacsendőröknek vagy csendőrkülönítménynek álcázott fegyveres csoportok teljesítettek őrszolgálatot, majd amikor 1938-tól legálissá vált a magyar légierő, akkor már az ifjú, fiatal magyar honvéd légierőnek a Tapolcán szolgáló katonái adták ugyanitt a műszaki szolgálatot, illetőleg az őrszolgálatot. A T2-re vezető dűlőút a Haraszton a várostól észak-keleti irányba, illetőleg maga az egykori felszálló és leszálló pályája T2-nek, Tapolca 2-nek, nyugat irányba kelet felé, a Csobánc és a Hajagos felé fotózva. És hogyha ma tekintünk le például a Csobánc hegy oldalából, vagy a csobánci fennsík pereméről, és naplementekor, akkor úgy találjuk meg könnyen magunk számára, ha keressük, hogy vajon hol feküdt a T2, és ha tudjuk, hogy ahhoz viszonyítva a T1 pedig merre, akkor már is tudjuk, hogy hol zümmögtek annak idején a gyakorlógépek, majd a harci gépek motorjai le- és felszállás közben. Az újabb építésű, tehát az elmúlt két esztendőben készült naperőműnek a kollektor rendszerén csillan meg a lemenő napfénye, mintha egy széles víztükör lenne a kép közepétől jobbra eső felületen, képmezőben. Ez a napkollektor telep már rajta áll a T2 felszálló mezején, tehát így könnyű betájolni, főleg naplementekor, amikor megcsillan rajta a fény. A T3 a fő repülőtere lett Tapolcának, itt épültek ki a korszínvonalán modern hangárépületek, legénységi épületek, parancsnoki épület, műhely, gépkocsi szín, lőszerraktár, lőkiképzőpálya, sportkombinát, stb. Lesence, Tomaj, kőorra irányából, kora őszi naplementekor visszafelé tekintve látható a kép bal oldalán az a világító fehér épületcsoport, az az egykori hangárnak az épület tömege, és tőle jobbra az a széles és a kép középső sávját uraló zöldes-barna színű mező, pedig a hajdani fel- és leszálló mezeje T3, Tapolca 3 repülőtérnek. Ugyanebből az irányból szemlélve látjuk a hangár részben átalakított, de meglévő, a nagy hangár részben átalakított, de meglévő épület tömegét, és a kép jobb szélén a két kubus, kocka formát mutató épület pedig
a két épület közül a jobb oldali, a korabeli, tehát az 1937-től működő parancsnoki épület tömegével azonos. Nagyobb ráközelítésben látjuk a hangárépületet, a baloldali építmény az eredeti, tehát az 1936-37-ben felépült hangárja a repülőtérnek. Kicsit másik szögből fotózva, más irányból fotózva ugyanúgy a hangár, jól megfigyelhető rajta a hangárépület bal sarkán az úgynevezett időjelző, vagy más néven zöld békáknak a tornya, az időjárás előrejelző katonáknak a szolgálati helye, ahol annak idején a különböző meteorológiai méréseket végezték a gyakorló repülésekkel összefüggésben, és hogyha leszállunk a síkra és begyalogolunk az egykori laktanyának, repülőtérnek a területére, az idő szerinti parancsnoki épület pillanatnyilag ezt a formáját mutatja, mögötte a hangár és az időjelző katonáknak, az egykori időjelző, időjárás előrejelző meteorológus katonáknak a figyelőtornya, és maga a parancsnoki épület egészen közelről. Ennyit a Tapolca repülőtereiről, ezzel a képpel búcsúznánk. A hangár főtömege, az időjárás előrejelző torony és a jellegzetes, kedves balatonfelvidéki tájképi sziluetten feltűnő Szentgyörgyhegy, illetőleg a Gulácsnak a képe. Akkor nézzük a német repülők és a tapolcai magyar repülők kapcsolódási pontjait. Mikor, hogyan, hol találkozhattak először egymással, mikor, hogyan keveredtek ide, kerültek ide német katonai repülőegységek, mit fontos tudnunk a szolgálattörténetüknek a jelentősebb állomásairól. 1937 és 41 között itt Tapolcán a 3. Honvéd nehézbombázó repülőezrednek a két százada állomásozott, a 3/1-es, később 4/1-es Isten nyila, majd a 3/2-es, később 4/2-es Isten kardja nehézbombázó repülő századok, amelyek német gyártmányú Ju-86-os kétmotoros négy főnyi személyzettel repülő nehézbombázó repülőgépekkel voltak felszerelve. Nagy újdonságnak számított, amikor 1937. decemberében a Dessaui Junkers művektől a Veszprémi utasi repülőtérre az első 3 darab Ju-86-os kétkormányos iskolagépet német műszakiak és német hajózó személyzetek leszállították. Az ide az úgynevezett Ju-86-os átképző iskolára vezényelt tapolcai, pápai és veszprémi hajózók, tehát repülő szakszolgálatos katonák itt találkozhattak igazából szervezett formában először német pilótákkal és német műszaki katonákkal. Említett két század, az Isten nyila, bombázó repülő századnak a század jelvényét látjuk az egyik tapolcai Ju-86-os pilótakabinjának az oldalára felfestve, illetőleg a 3/2-es, később 4/2-es, vagy más néven Vitán Béla százados féle repülő század jelvényét látjuk, amelyek eredetileg színes grafikai ábrázolások formájában díszítették a századonkénti 9 repülőgépnek, mindegyiknek jobbról és balról a pilótakabin két oldalát. 1938. április és június folyamán megérkezett a további 63 darab hasonló Ju-86-os repülőgép, és ezeket osztották el a pápai, veszprémi és a tapolcai századok között, és megkezdődött a repülőkiképzés, megkezdődtek a harci repülési oktatórepülések és képzéseknek a dolgos mindennapjai. A tapolcai repüléstörténet tekintetében egyedülálló és talán különlegesnek is minősíthető, a vándorrepülések során nem csak ilyen helyekre jutottak el kötelékben vagy egyéni repülések formájában a tapolcai Ju-86-osok, mint mondjuk Pápa, Veszprém, vagy Szeged, vagy Debrecen repülőterei, hanem az utolsó békeév és az utolsó békés nyár utolsó hónapjaiban, 1939. júliusában, illetve utolsó előtti békehónapban, egy kicsit nagyobb lélegzetvételű vándorrepülésen is volt az egyik tapolcai gép, Badini Jós Ferenc főhadnagy parancsnokság alatt. A személyzethez tartozott egyébként Perjési István, akkor még szakaszvezető, később törzsőrmester, hajózó rádiós lövész, akik nem csak elmentek Berlin fölé, hanem ott le is szálltak. Természetesen egy repülő altisztképző iskolán szállásoltak azokban a napokban, amíg Berlinben tartózkodott a Badini Jós személyzet, és itt is találkoztak német katonákkal. Perjési Pista bácsi sokáig emlegette, mert felejthetetlen volt számára, hogy amikor leszálltak a berlini repülőtéren, akkor pont oktatás kellős közepében volt az ottani német repülő altisztképző iskolának valamelyik évfolyama, és nyári időjárási körülmények között
délkörüli órában, posztóruhában, a hátukra szíjazott Maxim géppuskával békaügettek éppen a német repülő tiszthelyettes jelöltek a repülőtérnek a betonján, ami, mint látvány is, olyan felejthetetlen volt, hogy ezt 6,5 évtized távlatából még eleven és élénk szóval mesélte annak idején, amikor találkozva erről és ezt idézve diskuráltunk egymás és egymás között. Menjünk tovább. A nehéz bombázók 41 végéig voltak szervezetszerűleg itt Tapolcán, akkor átszervezéssel a bombázó osztály megszűnt, és szétosztották a hajózó személyzeteket, a földi személyzeteket is. Ide Tapolcára 1941 folyamán, egészen 1945 márciusáig történő működése a székesfehérvári harckiképző Honvéd repülőezrednek a vadászkiképző iskolája, vadászkiképző osztály települt, ahol a vadászpilotáknak a kiképzése, azon belül pedig a harckiképzés zajlott és folyt. Ennek a vadászkiképző osztálynak a parancsnoka kezdetben vitéz Zabolai Csekme Béla repülő őrnagy, azt követően pedig vitéz Palkó László repülő százados pilóta volt. A képen a csoport bal szélén áll Palkó László százados, aki 41 és 45 között kezdetben megbízott parancsnokként, majd pedig kinevezett tényleges helyőrségparancsnoki jogkört gyakorló parancsnokként vezette a tapolcai repülőteret, és volt egyben Tapolca helyőrség parancsnoka. A Tapolcán zajló vadászkiképzés jó hírnevű, és később még fényesebb hírnevű oktató pilótáknak a keze és figyelme alatt zajlott. Itt éppen az egyik csoport képét láthatjuk a tapolcai vadászkiképzőknek, akik közül többek már 1943 nyarán közelebbi ismerettséget kötöttek német pilótákkal, oktatópilótákkal és műszaki oktatókkal, ugyanis a Börgöndi repülőtéren folyt a Messerschmitt 109-es típusra történő átképzés német műszakiak és német hajózó kiképzőknek a részvételével. Ezen a csoportképen a tapolcai vadászkiképzőiskola kiképzői ülnek, balról a sokunk által ismert, a bal szélen a sokunk által ismert egykori Pipás becenévre hallgató Dóra Amrus, itt még szakaszvezető, később majd őrmester, a 101/1-es Puma Honi vadászrepülő osztály retek századának, itt még csak a leendő vadászpilótája, Messerschmitt 109-esen, mert innen a tapolcai vadászkiképzéről iskolázták be őt is, meg kiképzőtársait is Börgöndre, ahol az említett német oktatók és német kiképzők részvételével megkezdődött és lezajlott az ő átképzésük a kor színvonalán legmodernebbnek számító Messerschmitt 109-es típusra, azon belül pedig az E, vagy más néven Emil típusra kapták meg a kiképzésüket. Itt a börgöndi oktatókat fogjuk majd látni, ő nem az, ő csak egyenruha cserével, az egyik magyar műszaki katona, pont őhozzá, magához hasonló kaliberű német kollégájával cserélt egy fotópózolás erejéig egyenruhát. Itt pedig a kiképzés során használt, a Börgöndi repülőtéren használt német Messerschmitt 109-es E Emil típusú repülőgépek egyik példánya, amelyen a tapolcaiak közül Dóra Ambrus kapta például az átképzést a típusra, de tovább menve a Börgöndi képek sorában még egy német kiképző altisztnek nézhető figura, de ő sem az, őt Kenesei Antalnak hívták, és a Magyar Királyi Honvéd Légierő törzs őrmestere volt. Korábban a Kolozsvár-Szamosfalvai repülőtéren, azt megelőzően pedig a Mátyásföldi repülőtéren állomásozó 2/1 tör vadászrepülőszázadnak volt a műszakia, és itt vannak végre a német átképző repülőkatonák, középen, cserélt egyenruhában. Az egyikük magyar repülő őrmesteri, a másikuk pedig törzsőrmesteri egyenruhát öltött a fotó erejéig. A két oldalt lévő katona közül a baloldali az Kenesei Antal, műszaki törzsőrmester, a jobboldali kollégája még mindig nem vetette le a német egyenruhát, és a csoportképen így pózolt. Tehát átételesen is visszakanyarodva Tapolcára, ezek az arcok és ezek a katonák voltak például a tapolcai vadászkiképzők átképzői Messerschmitt 109-es típusra.
Dóra Ambrus itthon maradt, Tapolcán élte le a háború után életszakaszát, a Keszthely úti régi temetőben nyugszik, holtában sem tagadva meg repülős múltját, DRT-s kiképzettségét, azaz a dél-olasz repülőtáborban szerzett olasz pilóta minősítéssel rendelkező repülőgépvezető volt, és az olasz aranysas viselésére, az olasz pilóta jelvén viselésére feljogosított repülő tiszthelyettes, és teljes őrmesteri díszben a teljes kitüntetés sorával szerepel portréfotója a nyugvóhelyén, illetőleg a síremlékén, az említett helyen. Igazán közeli kapcsolat aztán a tapolcai repülőerők, repülőcsapatok és a németek között az 1944. március 19-i német katonai megszállás és azt megszálláskor és az azt követő időszakban jöhetett létre és alakult ki. Ennek a hangulatáról, ennek a fokozatairól és epizódjairól nagyon beszédesen vallanak a vezérkari hírközpont távmondatai, amelyek ezen a napon keletkeztek, és amelyeket Jánkfalvi Zoltán publikált 2004-ben a Haditechnika című folyóiratban. Ezek közül csak szemezgetve, és a Tapolcára konkrétan vagy áttételesen vonatkozó távmondatokat idézném. 1944. március 19, Margaréta hadművelet, március 19, 11 óra 30 perc. A harmadik légóközpont jelenti. Sárvár jelzése szerint egy német páncélos hadosztály teljes felszereléssel vonul Jánosháza felé. Ugyancsak a harmadik légóközpont jelentése 11 óra 39 perckor. Sárvárnál nem egy, hanem három gépesített német hadosztály vonul át. Az egységek Jánosháza felé tartanak, majd onnan Tapolca és Székesfehérvár felé folytatják útjukat. A járműoszlopokat repülőgépek kísérik. 12 óra 8 perc. A német csapatok Jánosházán vannak. A menetoszlopuk körülbelül 4 kilométeres. Ott időznek. 12 óra 47 perc, ugyancsak a harmadik légóközpont jelenti. A veszprémi repülőtéren egy U-52-es német szállítógép 18 fős híradó legénységgel leszállt. Az egység feladata a repülőtér biztosítása. Palkó László százados fogja a fejét közben a képen. Valami poén hangozhatott el, mert ez a németországi vadászátképzésén készült pillanatfelvétel, de március 19-én ugyanígy fogta a feje tetejét, majd mindjárt fogjuk látni, hogy miért, hogyan és milyen körülmények között. Mint tapolcai repülőtérparancsnok, amikor német gépágyuk szegeződtek a tapolcai repülőtér főbejáratánál áldogáló egyetlen egy szem feltűzött szuronyú puskát a vállán szíjon viselő árva magyar repülőkatona felé. 15 óra 8 perc, Keszthely jelenti. 12:43 perckor Keszthelyről Tapolca felé német járműoszlop halad. 15 óra 20 perc, Nagyvázsony jelenti. 14 óra 47 perckor Kapolcs felől 102 német gépkocsi jött Tapolca felől, és halad Veszprém felé. 17 óra, a Keszthelyi őrs jelenti. 16 óra 8 perckor Keszthelyről Tapolca felé 8 német gépkocsi és 2 motorkerékpár haladt el. És még egy extra. 18 óra 29 perckor Keszthelyről jelentik, egy 4 motoros, magas szárnyú német vízi repülőgép a Keszthelyi csónakháznál leszállt, egy hidroplán. Ez is ritka madárnak számított, Balatonon is, meg a tágabb környékünkön is. Na, egy ilyen csobbant akkor ott aznap Keszthelynél. A repülőtér parancsnok ezekben az órákban és ezekben a percekben, mint láttuk, Palkó László. A katonai éveim 1932-1945 között című önéletírásában és szépirodalmi magasságokat elérő, sőt meghaladó szinten és színvonalon megírt visszaemlékezéseiben, amelynek a átadásáért, illetve rendelkezésemre bocsájtásáért innen mondok ismételt köszönetet ifjú Zajtai Károlynak, és most ebből idéznék. Március 19-én, mire a lakásomról, Badacsony őrsön lakik ekkor egyébként, a 4 gyermekes család apaként, a tapolcai repülőtérparancsnok, talán már várják az 5-et, mi van március, akkor még nem, mert márciusban született az 5-dik, még itt Tapolcán, ő lett fiú, a többi az lány volt. A repülőtérre értem, már német vadászok voltak a repülőtér légterében. Ez nem barátságos, semmiféleképpen zárójeles megjegyzés. Nem barátságos beköszönés. Mikor az emberek az első gépet kigurították a hangárból, a németek néhány figyelmeztető lövéssel jelezték, hogy a gépeket ne hozzák ki onnan. Géptávirat várt rám az irodámban, mely szerint a bevonuló, idézőjel, baráti német csapatokkal szemben a Magyar Honvédségnek nagybetűvel nem
szabad fegyveres ellenállást kifejtenie. Órákkal később páncélos alakulat közeledett Keszthely, azaz nyugat felől a repülőtér felé. Az őrség jelentette, hogy a német parancsnok óhajt velem beszélni. Hűvös idő lévén köpenyt vettem fel, és minden sietség nélkül közeledtem a repülőtér kapuja felé. Az őrség fegyverbe lépett. A német páncélos őrnagy mellett állt egy magas repülő főhadnagy, míg néhány lépésnyire oldalt két katona állította fel állványon lévő filmfelvevő készülékét. A kapu külső oldalán megálltam, a katonák filmezni kezdtek. Amikor közeledett felém az őrnagy, lehúzta a kesztyűjét, amit én szándékosan elmulasztottam. A barátságtalan, sőt, udvariatlannak mondható fogadtatás után az őrnagy kijelentette, hogy neki indulnia kell, még hosszú út áll előtte. A repülőfőhadnagyot hagyja vissza összekötő tisztként. Ez alatt a néhány perc alatt folyt a filmfelvétel, de a legjobb tudomásom szerint ezt a jelenetet sehol nem mutatták be a közönségnek. A főhadnagy kíséretében visszamentem a parancsnoksági épületbe. Az irodánkban helyjel kínáltam meg a német tisztet, de őszintén megmondtam, hogy a német haderő bevonulását szükségtelennek és sértőnek tartom. Magyar honvédség, különösképpen a repülők éppen olyan keményen harcolnak a kommunizmus ellen, mint a németek. A főhadnagy sajnálkozásának adott kifejezést, azután átadtam őt segédtisztemnek azzal, hogy gondoskodjék elszállásolásáról és élelmezéséről. Így folytatja Palkó százados a visszaemlékezését néhány nappal később. További 2-3 nap után leváltás érkezett az összekötött tiszt kicserélésére. Az új ember idősebb tartalékos főhadnagy volt. Kedélyes, jóindulatú, alkalmazkodó embernek bizonyult, aki nappalát és estét fiatal tisztjeim társaságában töltötte. Akkor is, mikor egy német vadászszázad, róluk majd még később részletesebben szeretnék szólni, települt a repülőtéren, és egy őrnagy vonult be, mint idézőjelbe német repülőtér parancsnok. Az új összekötő tiszt családi nevére nem emlékszem, de a keresztneve Bruno volt. Soha nem volt vele nézeteltérés vagy kellemetlenségünk. A német megszállás követően néhány napon belül elkezdődött a Magyarország elleni légi háború. Az amerikai légierő nappal, a brit légierő pedig éjszaka kombinált és tervszerű szervezett tömeges légitámadásokat hajtott végre magyarországi katonai célpontok, közlekedési célpontok és ipari komplexumok ellen. A megkezdődő és teljes erővel tombolva kibontakozó légiháborúban a 15. amerikai stratégiai légihadsereg négymotoros nehézbombázó kötelékeivel szemben a Veszprémi utasi repülőtéren létrejött Puma 101-es Puma honvéd vadászrepülő osztály 3 vadászrepülő százada, illetőleg a bécsújhelyi repülőtérről felszálló német 8. honi vadászrepülő hadosztálynak a vadász, nehéz vadász és romboló kötelékei vették fel a harcot mindig többszörös, sokszoros túlerővel szemben. A légitámadások során az első alkalommal Tapolca közvetlen közelében 1944. május 10-én délelőtt zajlottak le olyan történések, amelynek máig ható következményeit láthatjuk és találhatjuk, ha keressük. Ezen a napon a 15. amerikai stratégiai légihadseregnek 174 darab B-17-es Flying Fortress nehézbombázója és 126 darab B-24 Liberator típusú nehézbombázója repült erős vadász kísérettel Bécsújhely felé, bécsújhelyi célpontok bombázására. A német 8. vadászrepülő hadosztály rombolói a Balaton térségében, rombolói és vadászrepülői gépei a Balaton nyugati víztükre feletti légtérben megtámadták a túlerőben lévő köteléket. Számos amerikai bombázó repülőgépet megrongáltak, amelyek így nem folytatták az útjukat, hanem visszafordultak, miközben kényszer bombavetéseket hajtottak végre, hogy szabaduljanak a bombaterhüktől, és visszajussanak dél-olaszországi repülőtámaszpontjaikra, ahol a bevetés reggelén felszálltak. Bari, Foggia, Spinazzola térségében voltak ezek a repülőterek, ahonnan bombázókötelékek felszálltak német birodalmi és magyarországi célpontok ellen. Ilyen kényszer bombavetésekre került sor például Csögle község határában, ahol 11 darab nagyméretű rombolóbombát oldottak ki a menekülő amerikai kötelékek minden célzás nélkül, amelyek fel is robbantak. Az összecsapó, az amerikai és a német összecsapó vadászrepülőgépek közül több megrongálódott és több le is zuhant. Középiszkáznál a falutól 800 méterre keletre egy közelebbről ismeretlen nevű német pilóta a repülőgépével együtt lezuhant és elégett. Egy másik találatokat kapott német Messerschmitt 109-es típusú vadászrepülőgép pedig Sümegtől délkeletre a Tapolcai út mellett zuhant le, és pilótájával együtt ugyancsak
megsemmisült. Ennek a repülőgépnek a vezetője, a pilótája Georg Heinelt, 28 éves reppeni születésű Oberfeldvével vadászrepülő törzsőrmester volt. A halott pilótát, mint Tapolcán elsőként végső nyugovóra helyezett német repülőkatonát városunkba szállították, és az akkor még egyedüliként működő, illetve zsidó temetőt, ha számolom, akkor nem egyedüliként, de a tapolcai temetőben helyezték végső nyugovóra. A nyugvóparcellának a helyére vonatkozólag főkapun, ha bemegyünk, balkész felé az első murvás ösvény kerítés irányába az első kukáig elhaladva, a szélső három mai sírhely parcellája és területe az a hely, ahol megkezdte azt a sírsort Georg Heinelt törzsőrmester, illetve az ő eltemetése révén megkezdődött az a sor, amit aztán még a későbbiekben további itt eltemetett német repülőkatonák folytattak, vagy velük folytattak. A értelemszerűen jelölt sírja és nyugvóhelye nincs már ennek a pilótának, meg az itt nyugvó további pilótáknak sem. Hát csak az én gyerekkoromban ez a hely, ahol most ez az összkép fogadja a temető látogatókat, egy sűrű, bokros, őstapolcai nyelven mondva bundzsékos vagy dzsumbujos területnek számított, bokrokkal, mindenféle bedobált szemetekkel telítve, és ilyen ötödikes, hatodikas gyermekként bátorság próbának számított a általános iskolás haverjaim között, hogy ki mert bebújni ezekbe a bokrokba, és ott szétnézni, egyik oldalán bemenni, másik oldalán kijönni, mert bizony ott kandikált egy-egy sípcsont, egy-egy combcsont, egy-egy oda behajított medencecsont darab is a temetőben zajló tevékenységeknek köszönhetően és következtében. Tehát teljesen rendezetlen volt a terület. A 70-es évek végén, 80-as évek elején aztán ezt is bevonták a modernkori használatba, ezt a területet, eltűnt először a növényzet. Értelemszerűen az 1944-ben állított egy ilyen fakereszteknek, addigra már korhat nyoma sem maradt, és így rátemettek erre a kis nyugvóhely sorra, erre a kis sírsorra, ahol legalább 4 német repülőkatona maradványai rejtőznek, áttemetve már, vagy rátemetéses formában. De nem is ez volna a lényeg, hanem az, hogy van nekünk egy szép második világháborús katonai emlékparkunk, amely egyedülállóan a második világháború során a Tapolca földjén és Tapolca egén meghalt valamennyi hadviselő fél, valamennyi meghalt katonájának őrzi az emlékét és tiszteleg előttük. Tehát külön van emlékoszlopa a tapolcai születésű vagy Tapolcán szolgált és úgyhősi halált katonáknak, van emlékműve a Tapolca térségében folyt 1945 márciusi harcokban elesett szovjet katonáknak, vagy orosz katonáknak, ugyanígy a németeknek külön, és a Tapolca légterében meghalt amerikai repülő katonáknak is van egy-egy külön emlékmű, a korabeli használatos hadijellel ékesítve, és a rekonstruált névsorokkal megjelenítve a szövegmezejét egy-egy emlékműoszlopnak. Itt a német emlékoszlopon, vagy emlékhasábon találjuk a nevesített, vagy nevesíthető német katonáknak azon névanyagát, akik között szerepelnek egyrészt a 1944 tavaszi, nyári, őszi légiháború során meghalt pilóták és hajózó műszakiak, valamint az 1945. március 27-28-ai tapolcai ütközetnek a nevesíthető német katonái. Köztük pedig ott találjuk Georg Heinelt, Frankfurt reppeni születésű törzsőrmesternek is a nevét, ahogy pont az első név látható és olvasható ezen a képen, amit most vetítek. A korban használt német hadijel szimbolikus megjelenítése díszíti magát az emlékoszlopot, hasonlóképpen az amerikai, az orosz, illetőleg a magyar emlékhasábhoz. Ígértem, hogy visszatérek a Palkó László emlékiratában is szóba hozott német vadász repülő alakulatra, akik 1944 nyarán kerültek Tapolcára. Ez az alakulat a 108-as hadrendi számú Jagdgeschwader vadász repülő ezrednek a kötelékébe tartozó 6. vadász repülő ezred volt. Erről az alakulatról röviden csak annyit, hogy az ezred parancsnoka
ennek a csapatnak. 1943. július és 44. júliusa között Kurt Müller százados volt, 44. júliustól 45. áprilisáig pedig Georg Mihalek őrnagy, tehát az ő ezredparancsnoksága lefedi a repülőszázad Tapolcán tartózkodási időszakát. A Tapolcára került német vadászrepülőszázad, 108-as vadászrepülő, 108-as vadászezredbeli repülőszázad a második osztályába tartozott az alakulatnak. Ennek a parancsnoka 44. június 1-től 44. október 19-ig Karl-Heinz Meyer őrnagy. A 6. század, tehát amelyik Tapolcánban 1944 nyarán, korábban különböző repülőtereken állomásozott, és természetesen a háborút sem itt Tapolcán fejezték be. A városunkban tartózkodásuk az 1944. június 14-e és 1944. szeptember 11-e közé tehető. Ezt megelőzően a Markersdorfi repülőtéren állomásoztak, onnan vezényelték őket Tapolcára, majd 44. szeptemberében áttelepültek Börgöndre, Székesfehérvár közelébe, ahonnan ugyanebben a hónapban, 1944. szeptember végén, 1945. januárjáig terjedően a Trausdorfi reptérre költözködtek át, majd a 45. január és február közötti időszakot Krisáns repülőterén töltötték, a háború vége pedig a Fels am Wagram repülőterén érte az alakulatot. Egy zömében sebesült és lábadozó pilótákat alkalmazó, illetőleg kiképzés alatt lévő fiatal pilótákat alkalmazó alakulat a 6. század, legalábbis a tapolcai tartózkodás időszakában. Rendkívül változatos repülőgép anyagot repültek. A német gyártmányú repülőgépek mellett használtak olasz előállítású kiképző oktatóvadászgépeket és iskolagépeket, zsákmányolt repülőgép típusok is voltak az alakulatnak a gépparkjában, köztük az 1940. évi franciaországi hadjárat során német kézre került, német hadizsákmányá lett repülőgépek, amelyek közül Tapolcára is kerültek a visszaemlékezések szerint. Dr. Sári Gyula bácsi típus azonosítása szerint, aki szintén mozódott a katonai repüléstörténeti témaköréhez egészen gyermekkorától élénk érdeklődéssel figyelte a Tapolcán zajló katonai események közül a repülési vonatkozásúakat, és a francia 1940-es repülőgép zsákmányanyagból így kerültek Tapolcára Morin Saulnier MS-406-os típusú francia vadászrepülőgépek. Ennek mutatom néhány archív, illetőleg aktuális, működőképes példányról készült képi ábrázolását, és ami igazán különleges, ez pedig Szent Györgyi Géza bátyám, debreceni egykori repüléstörténeti kutatótársam típus azonosítása szerint, aki a nyári szüneteket, így az 1944-es nyári szünetet is, mint a Marosvásárhelyi Csaba Királyfi Hadapród iskola növendéke Tapolcán, illetőleg Nemesgulácson töltötte, ugyanis rokonságban állt a második önálló repülőgépjavító műhely parancsnokával, Kenéz Endre repülőmérnökkari őrnaggyal, és egészen közel volt a repüléstörténet fontos tapolcai színtereihez ez idő szerint. Az ő visszaemlékezése szerint vulti típusú amerikai gyártmányú kiképzés iskolagépeket is használtak a tapolcai repülőtéren működő 108. vadászrepülőezred, német vadászrepülőezredhez tartozó kiképzők, oktatók, illetőleg növendékek, amelyek közül egy a török hadijelet felségjelzést viselő példányt mutatok meg, majd pedig az amerikai légierő jelzéseit viselő néhány példányt. Érdekességként annyit erről a típusról, hogy amerikai gyártmányú exportgépekként kerültek Franciaországba, az Army de l'Air kötelékébe szinte közvetlenül a német hadjárat előestén, úgyhogy igazából alig történtek franciaországi felszállások a típussal, már is a németek hadizsákmányává lettek a lerohant franciaországi hadirepülőtereken ezek a példányok, és így használták őket, hiszen üzemképes állapotban került a németek kezére ez a gépállomány. A német vadász alakulatnak a mindennapjairól annyit, hogy elszállásolva itt voltak mellettünk, tehát ha most visszaröppennénk az időbe, át tudnánk integetni a szomszéd ablaksor ablaka irányába az ott elszállásolt német tiszti és altiszti kar tagjai számára. A
korabeli nevén Hotel Pannonia szálloda, emeleti termeiben voltak a lakrészei a német vadászpilotáknak, és innen minden reggel kötelékben, már bent az udvaron alakzatban rendeződve, szakasz vagy század kötelékben énekszó mellett vonultak ki gyalogmenetben a repülőtérre, és kezdték ott meg a mindennapi kiképzési feladataikat és egyéb feladataikat. Ha innen az ablakból tekintünk ki, természetes fényviszonyok mellett, akkor mai arculat az épületnek így fest, és innen kandikáltak az utcai forgalmat és a fiatalságot kémlelő fiatal német repülőkatonák szempárjai, amikor éppen kiképzésmentes időben a szabadidejüket töltötték. Hogy árnyaljuk a képet, megnézzük az éremnek mind a két oldalát. Az azt hiszem kiderült, hogy Palkó László nem százados repülőtérparancsnok nem volt elragadtatva igazából a kényszerrel retten befogadott vendégek tekintetében. Hogy ír erről a visszaemlékezésében? A német őrnagy és főhadnagy századparancsnokkal elég sok bajom volt az első hónapokban. Éppen az időben jöttem rá, hogy mi a legjobb metódus a velük való érintkezésben. Ha vitánk során ők felemelték a hangjukat, akkor túl kiabáltam őket. Nézeteltérések napi renden voltak. Az őrnagy nem tudta például megérteni, hogy az őrség nekem, a századosnak fegyverbe lép, ez a tiszteletadásnak a jele, míg neki, az őrnagynak nem. Hiába közöltem vele, hogy fennálló rendelkezések értelmében az őrség csak a repülőtér parancsnokának és az ő elöljáróinak lép fegyverbe. Ismételten megkísérelte elérni a vágyát, és csak akkor adta fel azt, amikor javasoltam neki, hogy az én géptávíró állomásomon keresztül kérdezze meg a Magyarországon tartózkodó német erők parancsnokától, Fütterer tábornoktól, hogy ki a repülőtér parancsnok Tapolcán. Ő vagy én? Lopások is történtek. Repülőgép motort vittek el a magyar hangárból, közölve a hangármesterrel, hogy az én szóbeli engedélyemmel történt. Egész éjszaka dolgoztak a motor beépítésén. Másnap reggel kiépítettem velük a gépükből. Vissza kellett azt adniuk nekünk. Írógépet loptak az egyik irodából. Magamhoz rendeltem az őrnagyot. Ha 24 órán belül nincs az eredeti helyén az írógép, Fütterer tábornok fogja őt erre utasítani. Libát is loptak a szomszédos majorból. Szomorú volt látnom, hogy az évek óta tartó háború szenvedései milyen erkölcsi rombolást végeztek a német légierő katonái között. Egy alkalommal gépkocsival jöttem Keszthelyről, ahol az SS-szel volt valami vitám. Az országútról megláttam, hogy két fegyveres német katona a rádió adóvevőkészüléket hozza ki a repülőtér közelében lévő harcálláspontomról. Felelősségre vontam ezeket az embereket, mire azok puskát fogtak rám. Mikor rájöttek, hogy én vagyok a repülőtér parancsnok, engedelmeskedtek, visszavitték a készüléket a helyére. Gépkocsi vezetőm rémülten figyelte ezt a jelenetet az autóból. Neki szurony volt az oldalán, nálam volt a pisztoly, de a németek kezében két puska volt. Valószínűleg ennek az eseménynek a következménye, hogy egyesek aggódni kezdtek személyi biztonságom miatt. Két oldalát ígértem az éremnek. Jöjjön a másik oldal. Német szemszögből. Erik Peters, nyugalmazott kiképzésvezető, aki fiatal pilóta növendékként ezt a nyarat itt töltötte Tapolcán. 1991-ben, 90-ben és 91-ben itt járt Tapolcán, barátságokat kötött, kedves emlékeket idézett, és nem csalatkozott ezekben a kedves emlékeiben, amely levélírásra késztette, mely levélnek a címzetje. Ja, bocsánat, közben még Palkó Lászlót idéztem az előbb, őről mutatnám a képet, szintén ifjú Zajtai Károlynak köszönhetően tudom megosztani ma este önökkel ezt a felvételt. A 98. születésnapján ábrázolja az egykori tapolcai repülőtér parancsnokot ausztráliai otthonában, ahol a háború után az élete folytatódott. És még a német kiképzésről, illetőleg a német vadász növendékek mindennapjairól egy kiképzőgépet mutatok, német felségjelzésű tapolcai fényképes dobozok mélyéről előkerült eredeti gyűjteményi példány. Nos, Erik Peters így ír 1992. február 26-án Reimsejdi otthonában keltezett leveléből Bús János részére,
a Tapolcai Múzeum volt múzeológusa, pedagógus, több éven keresztül kedves kollégám számára írja ezt a levelet, amely levél aztán a kollegiális jó viszonyunk következtében eljutott hozzám, amely így a mai estén is, meg egyéb viszonylatban is nagyon értékesen színezi Tapolcai repülés történetre vonatkozó és tudható tényanyagot. Igen, tisztelt Bús János úr! Remélhetőleg megkapta az 1991. decemberében írt lapomat. Újra és újra visszagondolok a 91. szeptemberi rövid tapolcai látogatásomra és Baski Sándor úrral történt találkozásomra. Sajnos még ugyanazon a napon családi okokból ismét el kellett hagynom Tapolcát, de még ebben az évben a feleségemmel együtt visszatérek oda. Megígértem, hogy írok egy rövid történetet a tapolcai újságba. Kedves Bús János úr, kedves tapolcai polgárok! Régi vágyam teljesült azzal, hogy írhatok önöknek az emlékeimről. 44. júniusától augusztus végéig voltam a csodaszép Tapolcán. Pilóta voltam, és minden nap repültem önöknél. Akkoriban 18 éves voltam, és megtanultam megszeretni az önök városát, a benne élő embereket, az önök népét. Szívből köszönöm, köszönöm, köszönöm. A bajtársaim és én egy iskolában voltunk elszállásolva. Onnét mentünk minden nap a sínek mentén a reptérre és vissza. Tapolcai Magyar Királyi Polgári Állami Fiúiskola. Akkor, nem olyan rég, és most. Szilárdan emlékszem arra, hogy a hazaúton mindig a piac mellett mentünk el, és pengőért, cseresznyét vagy más gyümölcsöt vásároltunk a kedves kofáktól, akiknek a standjaik a piacon álltak. A piac idilli volt. Esténként a magyar barátainkkal egy nagyon romantikus vendéglőben találkoztunk. Magyar gulyást tettünk, magyar bort ittunk, és magyar zenét hallgattunk. Ezek olyan emlékek, amiket az ember soha nem felejt el. Ezen a nyáron nagyon szép volt az idő. Naphosszat, szakadatlanul sütött a nap, esetleg éjszakánként volt egy kisebb zivatar, de a következő nap már megint verőfényes volt. Egyszer módunk volt elmenni egy Tapolca közelében lakó szöllős gazdához, hogy segítsünk a szüretben. Reggel indultunk. A családdal együtt baráti körben ültünk és bort iszogattunk. Nekem szerencsém volt, mert a gazda csinos lánya éppen mellettem ült. Megtetszettünk egymásnak, és hamarosan szerelmes pillantásokat váltottunk. Ő úgy 16 éves lehetett. A gazda észrevette. És nem nagyon tetszett neki a dolog, amit én természetesen meg is értek. Hogy elterelje a figyelmünket, házilag főzött törkőpálinkával kínált. Mi, fiatal pilóták, 2-3 kupicával megittunk, amitől különösen jó hangulatba kerültünk. Így tértünk vissza a szállásunkra. A szép lányról egészen megfeledkeztem. Még halványan emlékszem rá, hogy hazafelé menet csak azt mondogattuk, a templomnál jobbra kell tartani, a templomnál jobbra kell tartani. Másnap reggel mindnyájan jókedvűen ébredtünk. Sajnos a szőlősgazda nevére már nem emlékszem. Egy más alkalommal este a kedvenc vendéglőnkben ültünk, és Tapolca környéki parasztokkal vidáman borozgattunk. Nyár vége volt, a szénagyűjtés ideje. A kaszálókon a szénát kis bogjákba rakták. Az egyik paraszt úgy gondolta, hogy tudnánk neki segíteni a forgatásban. Mi ezt meg is ígértük. Másnap a gépeinkkel, az Aradó 96-osokkal mély repülésben áthúztunk a mező felett. A propellerek szétszórták az összes szénát. Így tehát megtartottuk az ígéretünket, megforgattuk a szénát. Persze a paraszt mindezt nem így képzelte. A következő hétvégén minden elmentünk hozzá, és nagy gerebjékkel összeszedtük a szénát, amit előzőleg szétszórtunk. Mindannyian, úgy a magyarok, mint mi, német pilóták, szívből kacagtunk a történteken. Ezután megvendégeltek bennünket. Egy másik napon éppen a repülésből tartottunk vissza Tapolcára. Egy tapolcai, aki beszélt németül, megszólított engem, és azt mondta, hogy ő és más tapolcaiak is nagyon kedvelnek bennünket, pilótákat, és meghívott a házába vacsorára. Emlékszem, nagyon csinos lánya volt. Úgy emlékszem, hogy Valikának vagy Valikámnak szólították. Nagyon tetszett nekem a lány, úgy 17 éves lehetett. Én még nagyon szégyellős voltam, úgyhogy az egészből csak egy rövid ideig tartó futó barátság lett. Hosszabb barátság egy tapolcai fiatalemberrel alakult ki. Ő, ha ideje volt, mindig kijött hozzánk a repülőtérre. Volt egy képem is róla, a bal oldalamon ő áll, jobb oldalamon pedig a bajtársam Otto Nay, aki elesett. Elküldtem a képet, igen tisztelt Baski Sándor tanácselnök úrnak, és megkértem, hogy legyen segítségemre magyar barátom felkutatásában.
Sikerült, és megtaláltam őt. Reszner Józsefnek hívják, most Veszprémben él. József naponta több órát töltött nálunk, és nagyon érdeklődött a repülés iránt. Valamennyit magyarul is tanultunk tőle. Jó reggelt kívánok, jó estét kívánok, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hány óra van, és így tovább. 2 éve levelezek vele, és már előre örülök a viszontlátásnak. Legutóbbi látogatásomról nem írtam neki, mert csak szomorítottam volna a szívét. Nem volt időm, mert sürgős személyes okok miatt még aznap vissza kellett térnem Németországba. De hamarosan ismét visszatérek, hogy viszont láthassam a szeretett Tapolcát, a mélyen tisztelt Baski Sándor és Bús János urakat, és az 1944-ből való barátaimat. Már most hevesebben ver a szívem, ha erre gondolok. Úgy tűnik, ahogy öregszik az ember, egyre szívesebben gondol vissza a fiatalságára. Tapolca különösen emlékezetes számomra, jelentős helyszín az életemnek. Gyakran ültünk a bajtársaimmal és tapolcaiakkal együtt a Malomtónál. Kézzel lábbal beszélgetve értettük meg egymást, és gondolatokat cseréltünk. Kedves Tapolca, minden tapolcait szívből üdvözlök, különösen azokat, akik még emlékeznek ránk német repülősökre 1944-ből. Akkoriban nagyon jó barátok voltunk. Még egyszer, köszönöm, kedves csoda szép Tapolca. Tisztelettel az önök Erik Petersze, fordította Gulyás Erzsébet Monostor apátja.